Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, ez ismételten a Hun TV Széllel szemben adása, és a stúdiómban most már ketten ülnek, és nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni. Somlai Nikolett és Rózsa az egyik meghívott kedves vendég, és a kedves férje annak rendje módja szerint Nagy Gábor, aki múltkor is nagyon érdekes dolgokat mesélt nekünk a világról, meg a megtörtént csodákról, én legalábbis azt gondolom. Szeretettel köszöntelek benneteket, és talán az első kérdésem, hogy melyiketek felel azt nem tudom, vagy melyiketek mondja nekem a választ. Milyen világban élünk most per pillanat? Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, valószínűleg ezt én fogom megválaszolni. Ez egy érdekes időpont, meg érdekes élet szakasz mindenki számára. Egy hamis kommunikáció zajlik már évek óta, és ennek ellenére azért ember megpróbál tisztán látni. Hát azok, akik ugye az utat járják, vagy már elég sok tapasztalatuk van a valóságról, azok ezt a kort úgy hívják, hogy ez most egy olyan kor, amiben gyakorlatilag egyszerre zajlik minden. Most van a negyedik világháború, és a harmadik technikai forradalom, és még minden más, pénzügyi válság, kereskedelmi válság, és ami várható még az, hogy ezeknek a lenyomata megjelenik most már gyakorlatilag hétköznapi embereknek a szintjén is. Ez két dolgot fog eredményezni, rosszabbodnak az életkörülményeink, másik része pedig az, hogy egyre több ember fog rádöbbenni a hatalomnak a szerkezetére, a visszaélésekre, azokra a struktúrákra, amik mondjuk az elmúlt 3000 évben kialakultak. Ezek mennyire kizsákmányoló struktúrák a társadalomra nézve. Hát gyakorlatilag ezt rabszolgatartásnak Igen. is nevezhetnénk, csak Igen. ugye nem szeretjük kimondani ezt a szót, pedig hát ez a valóság. Hát ez egy gyarmatosított bolygó, gyarmatbolygónak is hívják a intelligensebb fajok, illetve maguk az emberek is. És hát ennek van egy hierarchiája, abban most nem szeretnék belemenni, az időt nem erre kellene fordítanunk. Akit ez érdekel, úgyis tudja, meg úgyis utána tudott már nézni, hogy mi a valós. Tanácsként csak annyit tudok mondani, van a neten egy elérhető anyag, ez egy angol nyelvű anyag, de magyarul olvasható, ez a 9 fátyol. Tehát ha valakit érdekel, hogy mi a valóság, és a tudatnak milyen zsikjai vannak, és mi van mögötte társadalmi struktúrákban, akkor ez leírást ad erről. Van egy proxy háború, ami gyakorlatilag egy spirituális háború, ez már évezredek óta tart, csak most van egy olyan fázisban, hogy az eddigi elnyomók egy végső helyzetbe kerültek, és hát ilyen hisztérikusan viselkednek. Ennek a spirituális háborúnak a műveleti területe, úgy hívják, hogy Ukrajna, és hát gyakorlatilag most már megborult az egyensúly is, tehát még arról se lehet beszélni, hogy kétpólusú világrend lesz, mert az feltételezi, hogy két azonos méretű vagy súlyú csoport fog létrejönni. A dolog nem így néz ki, az oroszországi változások, vagy hát egy új rend, világrend, az ugye tartalmazza a BRICS országokat eleve, és hogy most már gyakorlatilag a BRICS-hez csatlakozók, az ezután csatlakozók, akik már bejelentették a szándékokat, és a többiek is gyakorlatilag a világ népességének a kétharmadát, háromnegyedét kiteszik, a nyersanyagoknak a 80-90%-át, csak idő kérdése, hogy a maradék blokk, ez a Kanada, USA, EU, Japán, Új-Zéland, Ausztrália, már csak ez van maradékban a régi rendszerből, hogy ez meddig fogja húzni. De hát pont most olvastam valamelyik nap, hogy az EU-nak az a protokollja vagy a programja, hogy ne legyen semmit, és gyakorlatilag akkor te milyen boldog leszel, tehát elveszem tőled a házadat, az autódat, lehet, hogy még a feleséget is, hát ki tudja itt ebben a nagy kavalkádban, hogy egyáltalán mi lesz, vagy hogy lesz, de hát egyszerűen nem értem, hogy az emberek miért nem hallják meg a dolgokat. Tehát fogalmam sincs róla, vagy legalábbis vannak elképzeléseim.
Tehát gyakorlatilag most itt imbolygunk talán a szakadék szélén, és ez az emberiség történetében egy nagyon érdekes dolog. Ugye a felvilágosult, de hát a felvilágosult az egy nagy kérdőjel. Mindenki arról beszél, hogy magasabb rezgésen, de azért fizes nekem, majd én elmondom neked, hogy hogy lesz neked magas rezgésed, és hogy tudsz átmenni az 5 éve. Tehát itt vannak a megélhetési spirituális tanítók, a megélhetési spirituális magyarok. Tehát itt olyan nagy káosz van, hogy az valami hihetetlen, és nagyon nehéz eligazodni, a médiáról már nem beszélek. Úgyhogy gyakorlatilag, ami izgalmasabb, hogy ugye múltkor, amikor itt voltál, akkor a Szkíta kisebbségi önkormányzatról beszéltünk, hogy ezt meg lehet alapítani, sőt meg is tettétek. Innentől kezdve, mint kisebbségi önkormányzat, talán még iskolát is lehet létrehozni, vagy közösségekben csoportosulni, és ebben nem lehet hibát találni, úgymond a hatalomnak, mert ha vannak szerbek, tótok, svábok, stb., akkor miért ne lehetne Szkíta is itt, Nagy Magyarország területén, Kis Magyarország területén. Ami izgalmasabb, hogy a Magyar Szent Koronatan mennyiben nyújtana nekünk, mint szkítáknak segítséget a leendő továbbhaladásban? Mindenképpen. Ezért visszautalok az első kérdésünkre, hogy mi az, ami még várható. Ugye van egy tervezett áruhiány, amit már tavaly elkezdtek. Még a Covid-dal is besegítettek ebben, hogy nem mennek úgy a szállítmányok meg. Letiltották ugye a sofőröket, a repülőgépvezetőket. Ez most már kezd úgy beérni. Plusz még ráhúztak egy másik okot, aminek egyébként semmi, nem sok köze van, inkább így mondom, tehát az orosz-ukrán viszony önmagában nem inflációgerjesztő. Ez már elveben volt a terve, amit az előbb is említett, hogy ne legyen semmink. És őszre fog szerintem beérkezni a hiperinfláció, szintén a terveik szerint. Tehát ezeket nem lehet kikerülni szerintem senkinek, tehát nekünk sem. Erre kell készülni. Annyi az egész, hogy értelmesen az ember erre rákészül, és ezen is túl fogunk majd jutni. Az várható még, hogy ebben a nagy áruhiányban, meg inflációs nyomásban azért a társadalmak is egyre inkább hallatni fogják a hangjukat, és a legnagyobb meglepetés talán az lesz, amikor Németország kapitulál, hogy ez mikor lesz, azt nem tudom, de még az év végéig ez megtörténhet, és utána kéri a felvételét a BRICS államokhoz. Na most ez az a pillanat, amikor az Unió meg fog recsenni. Egy nyugati részre, ami inkább egy iszlám kulturális terület lesz egy közép-európai rész, meg egy orosz befolyás üvezet. És most jön el az, hogy oké, de akkor a Szent Korona tud-e nekünk ebben a helyzetben valamit nyújtani? Hát csodát ne várjon senki. Tehát azt nem fogom mondani, hogy majd megmentenek bennünket, meg a korona révén ez meg az fog történni, azt nem. Viszont az a több mint 1000 éves ügytörténelmi sors, amit a magyar nemzet eddig bejárt, annak az egyik főszereplője maga a korona is, erről majd fogunk beszélni, mindenképpen ad egy olyan fajta útmutatást, mintát, ami a tovább lépése szerintem elegendő, vagy útmutató lehet. Ugyanis a Szent Koronatan, ahogy már az előző adásban is utaltam rá, az a szkíta jognak a következménye, ami meg egy több ezer éve szokásjog. És ugye az aranyburlával kezdődött el ennek a szokásoknak úgymond az írásba foglalása, és végül ugye az évszázadok során lett ebből a mai ismert úgynevezett történeti alkotmányunk, illetve a Szent Koronatan. Ez alapvetően annyiban különbözik a jelenlegi monetáris hatalmi rendszertől, hogy ez az életet támogatja. És hogyha ezt az elvet tekintjük végig, akkor nincs félnivalónk. És ehhez ad a korona spirituális, szellemi, társadalmi, akár alkotmányos hátteret is. Ez azért érdekes, Gábor, amit mondasz, mert most, amikor itt elég sokat foglalkoztam ilyen dolgokkal. Egyszerűen az emberek tudatában nincs például az, hogy Mátyást Szkítia királyának koronázták. Tehát nem magyar király volt,
hanem Szkítia királya, és akkor utána lehet nézni, hogy mekkora területet foglalt ez magába. Tehát gyakorlatilag, ha így vele gondolunk, az meg egy másik dolog, hogy minden a koronáé, tehát a koronatan szerint, és igazán te csak részese vagy annak, hogy ne tedd tönkre a saját bolygódat, a saját területedet, tehát ez a te egyéni felelősséged, hogy annyi mindent megváltoztattak, meghamisítottak, átírtak, tönkretettek, hogy én csodahívő vagyok, tehát én hiszek abban, hogyha a korona úgymond beindulna, tehát fogalmam sincs, hogy akkor itt tényleg csodák történhetnének, de ez nagyon sok embernek fel kell ébrednie, és nagyon sok szkíta kisebbségi önkormányzatot létre kéne hozni, akik tényleg úgy érzik, hogy Árpádsághoz szívük van. Aztán lehet, hogy most én ezt rosszul gondolom, vagy de valahogy én azt hiszem, hogy ez az egyetlen egy járható út, ami mehetnék, mert hogyan tovább? Tehát nem igen, egyszerű. Igen, nekem az jutott Zsuzsa eszembe, hogyha Szent Korona élő, már pedig mi azt valljuk, hogy élő, akkor van vele kapcsolatunk, hiszen él. Mi is élünk, és ha van vele kapcsolatunk, akkor vár ránk. Tehát én azt érzem, hogy ő működik és tesz a dolgát, ha nem is még annyira fizikai szinten, de lélek és szellem szinten mindenképpen hozzá tudunk kapcsolódni, és vár ránk, hogy felnőjünk hozzá. Hát nem csak, hogy felnőjünk, hanem felébredjünk. Tehát és nagyon érdekes, hogy a parlamentben az ott lévő korona, meg a mágia praxissal, a kard alá, meg egyéb trükköket használva, az nem az a korona. Tehát a mi igazi koronánk az valami más minőséget képvisel, mint amit oda bezártak a szép helyre, ahol ott alszanak a képviselőink gyakorlatilag nagyon-nagyon sok pénzért. Tehát egyszerűen nevetséges ez az egész, ami per pillanat zajlik a Föld nevű bolygón, legalábbis én úgy gondolom. És ami izgalmas számomra, amit a Gábor mesél az üt történetről, és soha nem felejtem el, amikor végigjártuk a stációkat, és akkor Szent Isten, ez volt Trianon, Jézusom, ez volt 56. Tehát, és megvan a logika, és megvan benne a tökéletesség, csak nem vesszük komolyan a rend. Igen. Persze. Még a koronára visszatérve, korona egy több dimenziós lény. Maradjunk egybe. Tehát ne csak a háromdimenziós képet lássuk, vagy azt, amit itt háromdimenzióban látunk belőle. Őt nem kell sajnálni, nem kell félteni, nem kell babusgatni, meg egyebek, nincs ilyen feladatunk. Inkább az a lehetőség, hogy ahogy mi is próbálunk emelkedni, és a tudatosságunk amennyire emelkedik így a magasabb dimenziókhoz, a magasabb dimenziókban való létezését is megismerhetjük. És igazándiból ez a döntő. Tehát tök mindegy, hogy most itt a fizikai síkon mi fog történni, mert a meghatározó mindig a magasabb tudatsík, illetve a létezési sík. És az nyilvánul meg nálunk is. Tehát nem az a probléma, hogy most ez eredeti, vagy nem eredeti, vagy hogy lecserélték róla az ománc képeket, mert a magasabb síkú valósága működik, és az fejti ki hatását, és nekünk is ehhez kéne igazodnunk. Na, de ehhez kapcsolatba kéne lépni, úgymond a koronával, tehát itt annyi szakrális szupercsoport van ebben az országban, meg dobosok, meg mindenki, tehát nagyon jó lenne, ha mindenki megpróbálná felvenni a kapcsolatot, nem ezzel a parlamentbe oda megyek, és megnézem, és meghajolok koronával, hanem egy magasabb aspektusban létező lényiséggel kéne felvenni a kapcsolatot. Hát remélem a szkíta önkormányzatoknak ez azért sikerülni fog, és innentől kezdve fantasztikus vezetésben lesz minden megyének, de már nem is megye, én már nem is tudom, hogy megyék helyett most mik vannak, része,
Én legalábbis úgy gondolom. Na most akkor térjünk vissza erre az üt történetre, mert igen, engem sokkolt annak idején, amikor veletek ott végigjártam az utat. Hát ugye a magyar nemzetnek a történelme az nem egy egyszerű történelem. Ezt nálamnál korábban akár Szántély Lajos, vagy Pap Gábor is ugye kifejtette a magyar nemzeti történetének az ismertetését. Az én tapasztalatom csak annyiban bővíti ezeket ki, hogy én azt látom, hogy ezen belül a Szent Korona főszereplő. Tehát a stációknál majdnem mindegyiknél ott van, meg lehet látni. Ugye a Jézusnak a keresztútja azzal kezdődik, hogy Jézust elítélik. Ez a mi nemzet történetünkben nem egészen kézzel fogható, ugyanis mi nem tudunk elszakadni egyrészt a Jézus örökségünktől sem, meg attól a szellemi céltól, értékrendtől, amit Jézus lehozott a földre, képvisel, és azóta is itt van. Nálunk az első stáció az a Níciai Zsinat 325-ben, amikor egy addigi, vagyis mondjam, római császár, aki egyébként egy szintiszta profi politikus, köze nincs a valláshoz, életében nem imádkozott és nem járt szentélyekbe, azt arra jött rá, nem valószínű, hogy egyedül, mert a háttérhatalom már akkor is létezett, de ő volt végül is ennek az arca, hogyha nem, Róma nem lép ebben a kérdésben, akkor vallás megosztottság miatt a római birodalom szét fog esni. Akkor elég sok követője volt Jézusi hitnek gyakorlatilag, és akkor még nem hívták kereszténységnek sem. Meg a korábbi jupiteri, meg egyéb vallások között. És Konstantin császár annyit tett, hogy létrehozott egy államvallást, amiben megpróbált ötvözni a Jézusi történeteket, illetve a hivatkozás Jézusra, de alapjaiban azért ellentétes céllal, illetve hatással, meg tartalommal jött létre, amit ma úgy hívunk, hogy kereszténység. Ez egy oltári nagy csalás, tehát maradjunk ennyiben. És ugye a többi 80 evangéliumból megtartottak négyet, aminek azért a hitelessége nem mindig egyezik, már csak egymásra fejtve sem. És a cél, mondom is, ez volt, hogy legyen egy államvallás, ami nagyon üti a spiritualitást. Tulajdonképpen a Bibliára azt mondhatom, hogy apokrif, nem? Tehát gyakorlatilag, hát ők mindegyikre azt mondják, persze, a másik 70-re, hogy apokrif. Tehát akkor mi miért nem mondhatnánk arra is, hogy ez is egy, persze, apokrif. Úgyhogy, tehát nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek, és nagyon nehéz tisztán látni, illetve neked sikerült tisztán látni ezekben, hát, a dolgokban. Lehet, nem tudom, de biztos van más nézet is ezzel kapcsolatban. Én csak azt látom, hogy ez egy rendszer, és ugye azt tudni kell a szkítákról, hogy mindig is a fény útját járták azok, az volt a, ma is ez a feladatunk, hogy mutassunk példát. Nekünk nem kell háborúzni, nem kell meghódítani másokat ennek a célnak érdekében, egyszerűen a példamutatás, illetve a jelenlétünk sokszor elég. Én azt látom, tehát hogyha ezt fizikailag képviseljük csendben, és csak egyszerűen ott vagy valahol, ma az is hatással van, tehát nem mernek akkor már úgy viselkedni. Ez nagyon érdekes egyébként, és ha a szkítáknak a küldetését nézzük, hogy a fényt és a lelkiséget kell tovább vinni az úgynevezett Föld nevű bolygón, ami nem tudom, hogy lapos, vagy gömbölyű, vagy ovális, mert itt már se lehet tudni lassan, hogy igazán semmi más te nem kéne tenni, csak a szkíta erkölcsöknek azokat a pontjait betartani, tehát, és mindig elmondom, mert ez a rögeszmém már lassan, hogy a legnagyobb bűn a szkítáknál a lopás volt. Tehát ott aranyra, ezüstre, vagyonra soha nem pályáztak meg, nem fájt a foguk. A kintieket, ha megnézzük, vagy a külvilágot, ezek háborúztak, és akkor még büszkék is voltak a rabszolgatartók, hogy ők most a rabszolgatók. Tehát egyszerűen nevetséges ez az egész. És biztos, hogy van megoldás. És a jelenlét az azért fontos, mert én ezt számtalanszor megértem, hogy egyszer csak oda bementem, és akkor mindenki csendbe lett, és akkor utána így ez az áradás, vagy én nem is tudom, minek kell ezt nevezni. Tehát biztos, hogy megvan ez a képesség, hogy a NASA-nál a második nyelv, világnyelv a magyar, bocs, tehát mindig az IQ, meg az egyebek, tehát mindig ott voltunk.
Hát az, hogy most Gellert kapott mondjuk az mRNS-ünk, érted? Hát lehet, hogy az nem is Csunszkita, érted? Hát ki tudja már itt, hogy milyen keveredés. Tehát hát elég érdekes dolgok vannak itt, de azért most már folytasd meg, mert lassan lejár az időnk. Ezt a DNS dolgot. Szóval a nemzetnek az üftörténelme. Ugye az már magáért beszél, hogy Szent István királyunkat Jézus születésnapján koronázták meg, Mátyás pedig a húsvétkor hal meg, tehát ez egy keretet ad az egész történetnek, de erről, ennél sokkal többről van szó. Nem beszél a rengeteg szentünkről, akik ugye, hát nincs ilyen, hogy világbajnokság, de azért meg lehet látni. De hát a 24 Árpádházi azért győzött, szóval mondjuk meg. Tehát azt állítom, hogy a Nicei zsinattal egy olyan programot raktak be a kollektív tudatba, aki ismeri, vagy látta a Matrix című filmet, azt tudja, miről beszélek, hogy ez egy akkora negatív program, és ha belegondolsz, 325 óta hány százezer év volt el, és hány ember vette fel úgymond ezt a meghamisított vallást, amiből ezt a mamája judeokereszténység lett, ami máva még inkább program, tehát ez semmi köze a hithez, meg Jézushoz, meg az egészhez, meg a szentséghez, hogy ez a program több milliárd ember révén ott van bent a Föld kollektív tudatában. Ha csak a Matrixot nézed, ahhoz, hogy ezt a programot kicseréld egy másik programra, egy ember erre már nem képes. Tehát akkora méretről, meg akkora hatásról van szó, nem beszélve fekete mágiás védelmekről, meg az egyéb szertartásokról, amit ugye titkolnak előlünk. Tehát ahhoz, hogy ebbe egy komoly változás legyen, ahhoz egy nemzetszintű vállalásra volt szükség. Ezt ismeri fel Attila. Mert egyébként, ha ez sem nagyon publikus, hogy keveset beszélünk róla, hogy vannak üttörténelmi korok. Tehát Mózes elindul. Hát volt korábban is, de elég, hogyha onnan indítjuk. A törvénykora például. És aztán Jézus születésével elindul egy új üttörténelmi kor, amit úgy hívunk, hogy a kegyelem kora. És aztán a Föld felemelkedése után, ami következni fog az új, azt meg már a királyság korának hívja az ide vonatkozó szakirodalom, illetve tudomány. Jelen pillanatban a kegyelem korában élnénk, de még mindig a törvény kora szerint vezetnek bennünket, a társadalmak így van felépítve. Tehát ha a kegyelem korát nézed, a megoldás az, hogyha egy vállalással áldozatot hozunk. És az áldozat révén az isteni kegyelem automatikusan megtörténik. Egy nemzetszínű vállalás révén az egész földről van szó, tehát nem csak magunkról. És az isteni kegyelem révén ez be is teljesül. Na de, bocsánat, Trianon jutott most eszembe. Hát ez elég nagy felvállalás, Trianon. Hát nem csak az, ha végignézed a 15 stációt, gyakorlatilag 14 stációt a nemzet betöltötte, és már többször meg kellett volna történni ő szerintük a nemzet halálnak. A korona régi szereplő az előbb már említettünk, gyakorlatilag végig lehet menni az egészen, de erre úgyse lesz idő, hanem inkább azokat emelném ki, amikor ugye letérdel a nemzet. Tehát van már ilyen a történelmükben, a tatári járás nézett a török dúlást, az dúlkort, ezek mind még ugyanazt a célt szolgálták, és aki ismer, az tudja, hogy én szakrális földre azzal foglalkozom, tehát a Kárpát-medencének a szakrális rendszer, az tartalmazza a Szent Koronáknak a kódrendszert teljes mértékben. A rajta lévő zománcképekkel, a szerkezetével, mindennel. Megvan külön én nem keresztpártnak hívom, az egy ötvös megszólítás, én úrkeresztnek hívom, amit úgy ismerünk, hogy keresztben, mert hogy az Úr van, tehát a Teremtő van középen, abból indul ki a pánt, úgy mondom, hogy a kereszt, tehát Úr kereszt. Az kereszt. Én ezt használom, meg ez jobban is kifejezi a lényegét. Uh-huh. Az például ugyanúgy megvan a földrajzi növekben, de még a Szent Kereszt is megvan. És hogyha felrajzoljuk ezeket a vonalrendszereket a térképre, akkor megkapjuk a kettős keresztet, ami eredetileg is volt a koronán. Tehát azt mondom, hogy ez a hatalom, aki ezt a programot beírta, és azóta is próbálja fenntartani, az tudja azt, hogy az emberi tudaton keresztül ezt a valóságot fent tudja tartani. Tehát nekünk ezzel a keresztúttal pont az volt a célunk,
hogy az ő általuk felállított kereszthalálnak, meg ennek a fekete mágiás rendszerét, ha mi megismételjük nemzetszinte, vallás szinten, ezzel oldódik fel. És ezekben a stációkban minden esetben, amikor egy ilyen szétszakadás történt, vagy területvesztés, magát a Szent Koronának a szakrális és fizikai testét tudatosan szakították szét. Trianon nagyon jó példa erre. Ugye a Jelenszky István filmjében, az égi élő igazságban Kovács István író beszél a Trianonnal kapcsolatos eseményekről, és ő is megerősíti azt a tényt, hogy eredetileg a nyugati hatalmak azt szerették volna elérni, hogy a nálunk élő nemzetiségek egy népszavazás keretében nyilvánítják ki az elszakadást, hogy legyen ürügyük arra, hogy területeket elviszik. És aztán 1918-19-ben már az amerikai, illetve az angol titkosszolgálat küldte haza a jelentéseket, hogy baj van, mert a nemzetiségek ragaszkodnak ahhoz, hogy a Szent Korona alatt akarnak maradni, alatt akarnak élni. Tehát nem lett volna sikeres a népszavazás, ezért lett diktátum belőle. Ott is az a cél, hogy a magának a Szent Korona testét szakítsák szét, úgy, ahogy a keresztútnál, Jézusnál ugyanúgy ismétlődnek ezek az események. Persze, tehát itt megvannak az analógiák, és később is, ugye 56-nál, hogy Jézus meghal a kereszten, az a nemzet lelkének a kereszthalála volt, mert 56 után mindenki lemondott arról, hogy a barátot időből, vagy egyáltalán elérhetjük újra a szabadságot, ugye az orosz, vagy illetve a szovjet megszállás miatt. És utána az a nem látható háttérhatalom el is számítja magát. Mert ők ezt elkönyvelték, ők ugyanúgy ismerik a mi nemzet utunkat, tehát a nemzetnek az üttörténelmét. Nem, hát az a bajom, hogy szerintem sokkal jobban ismerik, persze, mint itt bármelyik tudósunk vagy kutatónk. Tehát gyakorlatilag én megkockáztatom, hogy ez a minőség, aki ezt létrehozta, mindegy, hogy minek nevezem, nem vagyok benne biztos, hogy földi minőség. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ők a mi rabszolgatartóink, jogos, akik megcsinálták ezt a programot, és vannak fullajtárjaik, különböző rasszok. Uh-huh. Úgyhogy nem kell felsorolnom, gondolom, mindenki rájön, hogy mi ez a rassz, akit ők befolyásolnak és rángatnak, mint báb figurát, vagy marionett figurát a színházba. Tehát tényleg ez egy színház, ha belegondolunk, főleg a mostani világ. Most csak színészeket látsz, politikusok helyen. Ja, Istenem! De így van. Egyébként az ÜTV történetről egy vicc jutott eszembe, bocsánatot kérek, hogy elmondom, de megosztom önökkel is. A következő jelent meg, hogy mit képzelnek az a nemzet, aki egy egyszer használatos maszkot fél évig hord, az elpusztíthatatlan. Tehát én azt de jó gondolom, dolog, majd hivatkozok, majd később erre, mert ez valóban így van. Tessék, tényleg elpusztíthatatlan. Hát ez a küldetésünk egyébként. De akkor most beszéljünk erről, hogy azok az attribútumok, amik garanciája voltak, hogy a nemzet végig tudja járni a keresztutat, úgyhogy tudtuk előre, hogy meg fogunk halni. Tehát már most a teszt halott állapotban van a nemzet. A 14. stációs, vekszünk a sírba. Most úgy tartunk. Hát tehát ennek ellenére vállaltuk. Én nagyon jól érzem magamit a sírban. Világos. És mégiscsak végigjártuk az utat, és mondom, azok az attribútumok, amik ebben minket segítettek, alapvetően a Szent Korona, amiről ma már tudjuk, hogy hányszor elrabolták, ellopták, meg akarták semmisíteni, leesett a lóról, és épp egészséges, tehát bebizonyosodott, hogy a Szent Korona elpusztíthatatlan, nem fizikai valóság. Ugyanez van a lepellel, Jézus Urunk leplével, az is sokáig ugye nálunk volt, mint örökség, már bocsánat. De hát ezt se tudják. És az is elpusztíthatatlan. És a keresztúttal, ahogy Jézus is bebizonyította, nincs halál, a nemzet is bebizonyította, hogy nincs halál. Elpusztíthatatlan. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy mi itt minden, az egész náció ül a sírba, itt malmozunk, érted, a kriptába, és egyszer csak a
halsonaszóra feltámadunk? Hát a halsonaszót én másképp gondolom, hogy ez a 15. stáció, amit nagyon kevés helyen van ugye ábrázolva. Hát abban 14-ig vannak a... Azt tudom, és kész. Pedig a lényeg ez, hát a Jézusnak, a Jézusítunknak a lényege maga a feltámadás. Nem a halál, már bocsánat. Az összes jelkép, ami a templomokban van, a halálra épül, tisztelet a kivételnek. Nem, a feltámadás a hitünk alapja. Az a minta. Az vár most ránk is már, aki ezt az utat választja. Hát akkor támadjunk fel. És ez a 15. stáció, de ez a lényeg. De ebben a Nicoletta professzor szerintem őneki kell mesélni. Én még egy gondolatra visszacsatolnék egy picikét, hogy aki nem velünk van, azok mennyire tudják ezt a fajta vállalást, a nemzetvállalást, hogy nagyon jól tudják, de azt is tudniuk kell, hogy mi a vége. Tehát a feltámadás a vége. Ezt nagyon pontosan tudják, és ugye minden stáció egy-egy időpillanatban történhetett meg. De itt nem azok vannak leosztva, hogy most 1244-be kellett, hanem amikor az univerzum teret és időt ad egy idő minőségnek, hogy az megtörténhessen. És most én azt érzem, hogy ebben játszanak, hogy most van itt egy ilyen időminőség, amikor akár megtörténhetne is, de ha mi ezt nem tudjuk megtenni, akkor meg kell várnunk a következő időminőséget, amikor újra megtörténhet. Igen, csak mert ugye beszéltünk egy hatalmasokról, vagy legalábbis én mondtam, hogy talán azok a hatalmasok. Na most én azt olvasom, azt látom, mintha az idősíkokkal kezdenének játszani és tologatni. Tehát olyan magas képességük van a földi emberhez, a humanoidra, mert itt azért már van robot, meg az ördög tudja meg, ilyen keverék, olyan keverék. Tehát kifejezetten a humanoidokról beszélek most, hogyha eltolják ezeket az idősíkokat, akkor hiába van olyan konstelláció, hogy meg kéne történni. De mondjuk erre nem kéne gondolni, inkább valami alvó fájtlat kéne ezekre tegyük ráhúzni, és tegyük a dolgunkat, hogy nehogy ez a valóság legyen a valóság. De ehhez az emberek kellenek, tehát a szkíták kellenek, a magok kellenek, vagy az árpácsávos szívűek kellenek, vagy én nem tudom már, hogy lehetne körbeírni a magyarságot, tehát nem az önös érdekeket szolgáló, hanem a közösséget szolgáló minőségnek kellene végre kilépni a kriptából. Hát kellenek azok az emberek, akik emlékeznek már. Kellenek azok az emberek, akiknek a rend, az isteni rend ott van a lelkükben, és tudják, hogy honnan jöttek és hova tartanak. És az szerintem tagadhatatlan, hogy itt van most egy ilyen lehetőség, vagyis hogy ez a lehetőség éppen zajlik és folyamatban van. És ugye a 14. stáció, hogy Gábor említette, hogy amikor Jézust beteszik a sírba, az evangéliumok, legyen apokrif, vagy a négy elfogadott, körülbelül hasonlóképpen írja le, de azért vannak különbségek a leírásban. Minden esetre ugye mi is történik, mit tudunk. Ugye Jézus leveszik a keresztről, és ugye egy szikla koporsóba, vagy egy szikla üregbe helyezik elő, és bizonyos emberek ott vannak vele. Amit viszont tudunk, hogy ott van vele, az az anya Mária, hiszen amikor leveszik a keresztről, ő már az ölébe veszi Jézust. Viszont tudjuk, nagyon sok evangéliumban ott van ő Mária Magdala, az apostolok apostola. Említenek egy másik Máriát, ugye az egyik evangélium így, szó szerint így van a fordítás, hogy egy másik Mária. Valahol említik, hogy Jakab és János édesanyja Mária, és még van a három Mária még külön, akik elmennek ugye illatosítószerekért. A lényeg, hogy Jézus sírba teszik, és ugye itt tartunk most. Vehetjük a 14. stáció utolsó lecsengésének, de mi inkább Gáborról úgy szoktuk emlegetni, hogy nevezzük egy 15. stációnak, hiszen mi történik? Ugye van három napunk, amikor Jézus meghal, majd feltámad. Ugye három napra feltámadok, mondja Jézus életében,
De mi történik ebben a három napban? Ebbe vagyunk mi, azt érezzük Gáborral most. Ugye Jézus a sírban van, a fizikai világ számára úgy tűnik, hogy halott. De tudjuk, hogy ez a három nap nagyon-nagyon fontos, hiszen Jézusunk ugye végigjárja a síkokat, dimenziókat, időket, és a megváltásunkat készít elő, és azt, hogy ő Krisztusként visszajöhessen, majd elhozza nekünk a Szentlélek erejét, ami nagyon-nagyon szükséges nekünk ahhoz, hogy ezt az utat végig tudjuk járni. Ha analógia Jézus, a Szent Korona, és mondjuk a magyar nemzetnek akár egy része, akkor bár a világ számára úgy tűnik, hogy mi haldoklunk, vagy legalábbis a sírban vagyunk, de ne felejtsük el, hogy nekünk most nem a fizikai szinten van dolgunk, ha elfogadjuk ezt a keresztutat, mert hol van dolgunk? Síkokban, dimenziókban, időkben, teremben, szellemvilágban, lelkivilágban, belső utakon, most még nem a fizikai síkon. A fizikai síkon mi történik? Ott van Mária, ugye Szűzanya, Mária Magdala, vagy másik Mária, és virrasztanak Jézus körül. Miért van a virrasztás? És ugye megint analógia, hiszen a lelket segítették ugye a túlvilágra, mai napig is, ugye, ahol tartják ezt a szokást, virrasztanak, kik virrasztanak, az asszonyok virrasztanak, kedves nőtársaim, és volt ott persze János egyik, vagy József, és ott van a vírasztásnál, vagy vannak olyan evangéliumok, ahol többen is vannak a vírasztáson, de ott vannak, és mit csinálnak az asszonyok? Tartják a teret és az időt, és segítik Jézusnak a megváltói szerepét. Én ebben látom, hiszen csak gondoljunk bele, hogy 20-25 éve hogy elindultak a női korok, hogy elindult a nőknek, nem az, hogy én külön legyek a férfiaknál, hanem a nőiségemet megéljem, hogy megkeressem azokat az istennői megnyilvánulási formákat, legyen az Szűzanya, Boldogasszonyunk, Tündérilla, a Fekete Madonna, bármi, de hogy rajtunk keresztül ez az istenanyai minőség meglegyen, hogy mi megtartsuk ezt az időszakot, amíg Jézus a sírban van. Csak tudod, itt egyetlen egy problémát látok, hogy ez fantasztikus, ahogy elmondtad. Remélem többször vissza fogják hallgatni, hogy egyáltalán, hogy épül fel ez a rendszer, vagy mit kéne tenni a női minőségeknek. És nem arra gondolok, aki koronát, meg egyebeket, meg koronázási széket csinált magának, és nagy közösségeket vonz maga köré, mert ezektől az álspirituális, nem tudom minek nevezhető, félrevezető manővereknek nincs igazán helye ezekben a síkokban, vagy ebben a programban, amit talán mi próbálunk képviselni. Tehát olyan sok tévút van itt Magyarország területén, akik ilyen spirituális vezetőknek mondják magukat, de valahova be vannak kötve, és félreviszik, direkt félreviszik az embereket, mert az embereknek, a lelkének szüksége van ezekre az összejövetelekre, tanításokra, emelkedésekre, ami mögött egy pénzszerzési mánia, vagy én már nem is tudom, minek nevezzem. Tehát nekem ez az egyik problémám, hogy itt viszik félre a... Igen, nem erre szerettem volna fókuszt tenni, igazából arra szerettem volna, hogy megérezzük azt, hogy a nemzet most milyen hol tart igazából, és hogyha azt veszem, hogy van nekünk Szűzanyánk Mária, ugye, és van egy Regnum Máriánumunk, és mint 15. stáció és analógiában ezt is érdemes lenne átgondolnunk, hogy Szent István, ugye, ami egy stációnak ugye felajánlja a koronát Máriának, erről inkább Gábor szokott hosszan beszélni, és ő elfogadja, és onnantól kezdve van egy szakrális szerződésünk, úgymond a magyar nemzet nem tud szakralitás nélkül, vagy a szentség nélkül végigjárni ezt az utat. De hát ahogy néztem én a könyveket, és figyeltem,
talán mi ajánlottuk fel először az országunkat Máriának, és utána jöttek a többi országok, tehát... És királynő senki, mert patronája, több még például az oroszoknak is patronája, de királynője egyedül a magyar nemzetnek, és azért ezt erre büszkéknek kéne lennünk. Ez egy szabad úgy fogalm kiváltság. Nincs több ilyen a föld kerekségen. Ahó, emberek ébresztő, van egy királynőnk Mária, aki segíti nekünk azt, amikor Jézus ugye a sírban teszi a dolgát, és majd föl fog támadni, és Mária is ott van, és tartja Jézust. És ha én azt mondom, hogy ez a Mária nagy boldogasszony? Legyen, azt akart, lehet nagy boldogasszony is. Mert hogy én úgy érzem, Zsuzsa, hogy az Isten anyai megnyilvánulásnak korokban és időben, társadalmakban különböző csodálatos lények jöttek le, és megnevesítették az emberiségnek, akik megérezték a rajta keresztül áradó végtelen szeretetet, és azt a minőséget, amit ő képviselte. Ha én Szűz Márián keresztül jutok el a végtelen szeretethez, valaki boldog asszonyon keresztül jut el, és aki Tündér Ilonán keresztül, vagy Fekete Madonnán, hiszen ők is hozzánk tartozó istennői megnyilvánulások, szíve legyen, hiszen több úton lehet eljutni az egyhez, nem? De hát ez a kulcs, hogy több úton lehet eljutni az egyhez. De mindenhol a szeretet vezérel minket, tehát az isteni rend azért ott van, akár boldogasszony tiszteletében, vagy Mária. De hát az skétáknál mindig ott volt a szeretet, tehát az, az a másik oldal nem tudja, hogy igazán mi az a szeretet, csak imitál. Vagy legalábbis úgy csinál. Van-e még valami? Hát ez a 15. stáció, ez a kulcs, ez a megoldás is. Inkább úgy mondanám, van egy mintánk a megoldásra, és nehogy valaki félreértse, hogy ez az egyetlen, számunkra mindenképpen egy kiemelkedő és követendő minta ez az Isten anyai megváltódás, mert működik, ez már bebizonyosodott, sok ezer év alatt, vagy tízezer év alatt, vagy hány millió év alatt, ez működik, ez táplálja az életet az univerzumban. Minden ebből ered, tehát nincs miről beszélni. A mi számunkra mit jelent ez? Az, hogy a Regnum Marianum az István királyunk által létrejött, hála Istennek, a mai napig ez a legnagyobb, vagy legmagasabb rangú szerződés, ami létrejöhetett a Földön, hogyha hierarchiában nézed. És érvényben van, tehát nincs kétség, erről nem lehet vitát nyitni, hogy érvényes vagy sem. És ezt a földi 3D-be bármelyik politikus nem tudja megsemmisíteni. Hát, ha csak arra gondolsz, hogy 2000-ben Mátyás templomban a katolikus egyház megkoronázta szertartás keretében az ott a főoltáron lévő Mária szobrot, és innétől kezdve már még a hívő emberek is láthatják, hogy ennek mekkora jelentősége van. Tehát fizikailag is megismétlődött újra a koronázás. Ez azt jelenti, van egy királynőnk, van egy intézményi rendszer, van egy Regnum Marianum, ami önmagában garancia, én azt szoktam mondani, a szakrális alkotmányunkra, meg a létezésünkre. Mert ebből a jelenlegi, ahogy mondta, gyarmatosított, vagy tudatgyarmatosított világból, hát csak szakrális kilépés van. Már bocsánat, az életben hát is. Már állati szinten tartják az embereket. Nem csak tudatban. Persze. Ott a gyarmatosítás. De ezt csak szakrális úton lehet felülírni. Tehát ahol a probléma van, azt azon a szinten soha nem tud feloldani, csak egy magasabb szintről. Itt is csak az élet fogja önmagát megújítani. Tehát csak szakrális megoldás van. A Regnum Mariamnak az a csodája, hogy ez bármikor megélheted, használhatod, és csak ennyi. Tehát nem kell különösebb nagy dolgokra gondolni. Mi is ezt tesszük. Tehát ezzel, hogy mi azt valljuk, hogy van egy szakrális alkotmányunk, ezzel nem mondunk ellent a politikai alkotmánynak. Sőt, még akár támogathatjuk is azt. Tehát nem ellenség a rendszernek ez a megoldás, hanem inkább támogatója. Már aki ezt felismeri. Nyilván önkéntes a történet, soha nem lesz kötelező, nem kell ettől félni, aki akarja, él vele. Mi azt tudjuk, hogy mi számunkra mindenképpen ez a kiút meg a megoldás, és hogy ezzel tudunk példát tenni másoknak, akkor rendben van.
mi a mi gyakorlatunk? Ugye mi, ahogy mondtuk is, maga a folyamat, hogy augusztus 15-én kezdődik, legalábbis a Mond a Világ szerint István akkor ajánlja fel, ahogy már korábban beszéltem erről. Ő már korábban is felajánlotta, tehát nem, ez nem akkor történt. Az augusztus 15-i dátum az csak arról szól, hogy a végrendeletében arról intézkedik, hogy ez kerüljön írásba is, illetve az akkori nemzet, az akkori osztálygyűlés is erősítse meg ezt a döntést, ami ez megtörtént napokkal később. És az a szertartás, amikor Alba régiában, a Nagy Boldogasszony templomba ennek az eredményét, a királynak, a nemzetnek a felajánlását szakrális módon felküldik Máriához, és üzenet jön, hogy elfogadom, ez augusztus 20-a. Valójában akkor születik meg a szakrális alkotmány, amit ma mindenki úgy ünnepel, hogy kenyér ünnep, meg alkotmányra, meg Szent István ünnep, semmi probléma, örülünk neki, csak ünnepeljetek, csak tudjátok, hogy mit is ünneplünk gyakorlatilag. Mi is ezt tesszük minden évben az augusztus 20-án, megismételjük ezt a fajta felajánlást az egyéni életünk révén, vagy az egyéni életünkbe, és ennyi elég. Mert hogyha te bekapcsolódsz a Regnum Mariánumba egy ilyen egyszerű módon, az azt jelenti, hogy újra energiát adsz neki, és újra élővé válik, és már is kiterjeszti a hatását a nemzetre. De nem csak a nemzetre, hanem az egyénre, személy szerint. Persze. Tehát nagyon érdekes változások alakulhatnak ki az ember lelkében, meg akár a fizikai testében is. Igen, meg azt is értenünk kell, hogy ez egyetemes. Ez nem csak a keresztény világnak a, úgymond nyilván az ő üdvtörténelme, de amit hangsúlyozott Gábor az elején is, hogy egyetemes, ez az emberiségnek egy lehetőség a megváltás, vagy egy tovább lépési lehetőségre. Az emberiségnek egy lehetőség, és itt jön be az a számtalan jóslat, és a szentiratokban, amit megtalálunk, hogy a szkíták több millió évvel ezelőtt is hordozták körbe a földön a lelkiséget, és a szeretetet, és a fényt. És most is ez a feladatunk, és így sokkal egyszerűbben meg tudjuk oldani, ha tényleg komolyan részt veszünk ezekben a szertartásokban, vagy te magad csinálod ezeket otthon. A példát mutatni, tehát ez a fontos. És most nem is fontos, hogy ott ünnepeljenek velünk, vagy ők a kiskörükben. Mindig az ünnepségen felszoktam tenni egy pár kérdést az embereknek, akik ott vannak körülöttünk, hogy milyen a kapcsolata Máriával, függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy sem. Hogy tud rákapcsolódni arra az istenanyai minőségre és magára a teremtésre. Milyen a kapcsolata a Regnum Mariánummal. Milyen érzés olyan országban élni, ami Mária védelme és szentsége alatt áll. Nem nagyon szoktunk ezen elgondolkodni, hogy milyen is az, amikor te Mária országában élhetsz. Hát most ez itt elhangzott, most aki esetleg nézi az adást, és remélem egyre többen lesznek, azok ugyancsak elgondolkozhatnak, és itt jön az a történet, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mi van a parlamentben, hanem azzal kell foglalkozni, hogy mi van a lelkedben. És ez a kulcs mindannyiunknak. Van-e még valami, vagy? Hát még lenne egy-két gondolat. Egy-két gondolat, ja. Megengedhető, de... Persze. Ugye a szkíta önkormányzatiságnak az egyik ilyen vezér mottója, hogy ezt a szakrális rendet képviseljük. Mert hogy ez a biztosíték arra, hogy ebből tovább fogunk tudni lépni. Ez a szakrális rend mindennél nagyobb, hatalmasabb, tehát ezzel nincs veszteni valója senkinek, csak annyi, hogy a ráhangolódás, illetve az embernek a gondolkodásában ott van, a mihez tartás véget, akkor már megjelenik azonnal az ember életében, és az egyfajta vezetést. És onnétől kezdve nem kell minket hallgatni, vagy senki más, hanem egyszerűen önmagán keresztül a lelkiismeretén, vagy a belső hangján keresztül ezt a szakrális rendet követi, az az életet fogja követni. A másik meg az, hogy
Azért arra készüljön fel mindenki, hogy itt a rendszer szét fog esni. Le fognak állni az államintézmények, meg az egész struktúra megáll, mert lejárt az idő. Ahogy említetted is, a gyarmatosítóink, akik nem emberek, az ő valóságukban csináltak egy programot, mert az ő civilizációjuk pont azért szűnt meg, vagy szűnik meg, mert kihagyták a lelkiséget belőle, nem csak technikai, tehát technocivilizáció irányába mentek. Ez egy szövetség, de teljesen mindegy, a lényeg ez. Az az igazság, hogy az ő elrendelt idejük, amit a teremtőtől kaptak, 2045. 2045-ben az ő civilizációjuk, az ő valóságuk a mi időszámításunkhoz képest mindenképpen megszűnik. Ők létrehoztak egy időhurkot. Azért, hogy itt a Földön, ezzel a több ezer éves folyamattal létrehozzanak egy menekülési útvonalat, vagy egy menekülési helyet, és mi vagyunk az eszköz erre, hogy ezt az időpontig, 45-ig, ha meg tudják úgy borítani a földi társadalmat, illetve a békét, akkor azt gondolják, hogy átugorhatják ezt az isteni időpontot, vagy egy más időhurokban tovább tudnak élni. Nem valószínű, hogy sikerülni fog, de tudni kell mindenkinek, hogy 2045 után nincs nekik létük a mi világunkban, illetve az isteni világban. Tehát az a végső dátum. De addig még sok feladat van előttünk, és a túléléshez ez a szakrális rend legyen mindenkinek a vezetője, vagy a mércéje. Én csak ezt tudom ajánlani. Hát én nagyon köszönöm, hogy jöttetek. Remélem, hogy majd ismételjük, mit tudom, augusztus 20-a után, hogy egyáltalán hogy alakulnak a dolgok. Gondolom, önöket is érdekli, hogy hány szkíta önkormányzat jön létre, hány csoport szerveződött ismételten Regnum Máriát éltetve, úgymond. És akkor azt hiszem, hogy sokkal könnyebb lesz az életünk. Hát köszönöm, hogy jöttetek. Niki, neked külön köszönöm a női minőségnek a kiemelését, és remélem ezt hölgyeim komolyan veszik, és minden úgy van jól per pillanat, ahogy van. Köszönöm, hogy jöttetek, további szép napot kívánok önöknek, és én úgy gondolom, hogy ismételten van min gondolkozni. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Köszönjük szépen!